Kedves gondotások, kedves vendégeink! Örülök, hogy ilyen nagy számba megjelentünk. Több mint 50 helyi és környező településeken élő gazda gyűlt össze szerda este a Gáva Vencsellő iskola aulájában. Találkozójuk apropója a térségi gazdakör megalakulása volt. Legközelebb Rakamazon működött eddig gazdakör, ezentúl azonban már helyben is lesz a gazdálkodóknak, elsősorban az érdekérvényesítésben segítő csoportja. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint a gazdakör a gyümölcstermesztésben évről évre előforduló problémák megoldásában is segíthet, ahogy a kárenyhítés terén is támogatást nyújthat. Azzal a szándékkal indult el egy szigorú beszámolás, hogy azokat az utasokat, akik potyautasai ennek a rendszernek, ne férjenek hozzá olyan forrásokhoz, ami nem illeti meg őket, és ez egy, úgy tűnik, hogy egy kicsit olyan szigorúra sikeredett, hogy azok se férnek hozzá a forrásokhoz, akiknek ez jogos lenne, ezt jeleztük a kormányzat felé, lesz is megoldás, államtitkár úr is már itt meg fogja biztos erősíteni, és nekünk ma elnökségi óta ott is elhangzott, hogy születik megoldásra. Én úgy gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy ha több felől mozgassuk a szálakat, akkor egy gyors reagálás jön a kormányzattól. A Gáva Vencsellői a megye egyik legnagyobb gazdaköre lesz, melynek vezetőit meg is választották az alakuló közgyűlésen. Ki az, aki egyetért azzal, hogy írkopírált 5 éves időtartalma válaszok meg elnöknek? Köszönöm, ellenszavazott tartózkodás nem volt. Elnök, szépen gratulálok! Az elnök Ilkú Béla helyi gazda lett, munkáját 5 elnökségi tag segíti. A kihívások viszont nőttek, és mindig tudtuk, hogy mit kell tenni. A közgyűlésen résztvevők előadásokat is hallhattak. A Magos elnöke a közös agrárpolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy október-november környékén lehet meg annak végleges stratégiája, amelyhez aztán igazodhatnak az Európai Uniós tagállamok, így Magyarország is. A következő EU-s költségvetési ciklusban megváltozik az eddigi támogatási rendszer. A tervek szerint már a gazdaság teljes alapterülethez számít majd a támogatás alapjául, viszont az alaptámogatás összege valamivel alacsonyabb lesz, és plusz pénzért lehet vállalni különböző feltételek teljesítését a környezetvédelem jegyében. Más jelentős változás is lesz ezen kívül. Megszűnik a kisgazdaságok támogatása, hanem az javaslatunk szerint az első 10 hektárig 20 ezer forint per hektáronként, ez mindenki számára. A 10 hektár túl 300 hektárig 10 ezer forint hektáronként, és 300 hektár fölött viszont már területre alaptámogatás kifizetése nem történik. Ez a tervezet, hogy ebből majd mi valósul meg, azt meglátjuk majd az Európai Unióval történő egyeztetés során. Jakab István kiemelte, a kamarai rendszeren és a MAGOSZ szaktanácsadói hálózatán a falugazdász hálózaton keresztül segítik majd a gazdálkodókat a változások lekövetésében. Az eseményen a közeljövő pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az elkövetkezendő időkben várhatóan még további 4 különböző pályázati felhívás fog tudni megjelenni. Ebből talán az első az a mezőgazdasági tevékenység diversifikációja, lovas létesítményeknek a fejlesztését tartalmazza. Lesz 2 állatjóléti intézkedésünk, a kiskérődző, mely a Jukecske ágazatot érinti, illetve a mélyállatjóléti, és szeretnénk ráfordulni a 23-as időszaknak a felkészülésében a bemutató üzemi konstrukció kidolgozására, ahol valóban a tudásátadás és a tudástranszfer lenne a fő fókuszterület ennek a támogatásnak. A jelentkezési felület várhatóan március közepén végén nyílik meg. Elindul azonban addig is február végével a gyümölcsültetvények telepítését és a gyógynövénytermesztés támogatását szolgáló pályázat, illetve ugyanekkortól újra elérhetővé válik az állattartó telepek korszerűsítésének, fejlesztésének támogatása is. A Gáva Vencsellő és térsége gazdakör tagjaira egyébként a mezőgazdaságot érintő jogszabályok véleményezésében és a Magyarok Kenyere programban is számítanak.